Elnök úr, nem azért vagyunk itt, hogy megtudjuk, hogy melyikőjük lesz a következő konyhafőnök, hanem azért vagyunk itt, hogy arról beszéljünk, hogy vegyék végre tudomásul, az elszabaduló élelmiszer árak maga alá fogják temetni a magyar családokat. És bár tudja, fogalmam sincs, hogy ön hogyan főz, azt viszont pontosan tudom, hogy hogyan kormányoz. És hogyha azt mondom, hogy csapnivalóan, akkor még finom voltam és nőies. A magyar szókincs, a magyar nyelv viszonylag széles szókészletét lehetne használni arra, hogy jellemezzük az önök kormányzását. Mégis milyen kormány az, amely tételenül nézi, hogy hétről hétre drágulnak az élelmiszerek, hogy egy hónapon belül 10%-kal többe kerül a hús, a krumpli, hogy másfélszer annyit kell fizetni 10 darab tojásért, hogy egy év alatt 37%-kal drágult a tejtermékek ára. És a magyar családok pontosan tudják, hogy ha valaki, akkor a kormányfő tehetne ennek ellenére, és ennek érdekében, hogy az elszabaduló inflációt, az árakat megállítsa. A demokratikus koalíciónak van egy határozati javaslata. Több hete kértük, kérjük, fogadják el ezeket a javaslatokat. Csökkentsék az év végéig például 0%-ra több termékcsoport, így az alapvető élelmiszerek áfáját is. Önök azóta sem léptek ebben az ügyben, ezért kérdezem öntől, miniszterelnök úr, több százezer magyar nevében, mégis miért az önök összeomló gazdaság politikája miatt kell bűnhődniük a magyar családoknak, még a vasárnapi ebéd közben is? Köszönöm. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, nem először vagyunk mi mindketten ebben a helyzetben. Kérdezett ön már engem. Emlékeim szerint akkor jobban ment, de csak azt tudom önnek mondani, hogyha megvizsgálja Európa általános állapotát, akkor azt fogja látni, hogy az egész kontinenst egy háborús inflációs útja. Észtország 20%, Litvánia 19, lettek 17, csehek 16, Bulgária 15, Románia 14, Lengyelország 14, Szlovákia 13, Görögország 12, Horvátország 12, Magyarország 10. És aztán jönnek a többiek szépen sorba. Ebből is jól látszik, hogy lehet itt valami összefüggés. Aki közelebb van a háború zónához, ott az infláció is magasabb. A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Szemben önnel eddig engem nem azért kritizáltak, mert nem tettünk semmit, hanem azért, amit tettünk. Hiszen bevezettük az ársapkákat. Most persze önök azt mondják, hogy inkább a forgalmi adót kellene csökkenteni. De mi elég régóta ülünk már itt, és űzzük ezt az ipart. Higgyel nekem, hogyha áfát csökkentünk, azzal nem az ár megy lejjebb, hanem a kereskedők fogják eltenni az összeget. Ezért a helyes politika az az ársapkák politikája. Ezért szerintem helyes és fönntartandó, hogy a rezsicsökkentést megvédjük, fontos, hogy az élelmiszer termékek egy részén ársapka van, hogy üzemanyag ársapka van, és a kamatokat is bekorlátoztuk. Ha ezt mind nem tettük volna, és nem tennénk a jövőben, akkor valóban reménytelen helyzetbe kerülnének a családok. De a családok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni, úgy, ahogy a korábbi években is tettük. Köszönöm. Köszönöm, miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, viszonválaszra megadom a szót képviselőasszonynak egy percben. Parancsoljon. Nekem is vannak emlékeim a múltról, amikor még jobban ment. Például ellenzéki politikusként kritizálni és különböző ötleteket mondani. Nos, nem voltak nagy elvárásaim, de önnek még ezt is sikerült alulmúlnia. Tudja, szemmel láthatóan nem értik meg, hogy a demokratikus koalíció az emberek mindennapi nehézségéről és jogos elvárásáról beszélnek. A jogos elvárásról, hogy tegyenek valamit. Az ársipka tényleg megkönnyítette az embereknek az életét. Igen, sipkáról beszélnek, ársipkáról. Nyilván viccesen mondtam, gondoltam, hogy meg is értik. Szóval
ez az emberek hétköznapi életében semmi, de semmi javulást nem okozott, ezt ön is pontosan tudja. Önök folyamatosan csak manipulálják a nyilvánosságot, folyamatosan megpróbálnak minket megvezetni és félrevezetni, és most önöknek az sem fáj, hogy az emberekkel fizetetik meg a hibás gazdaság politikájuknak az árát. Az élelmiszer árakkal foglalkozzanak, a felelősségüket pedig, és a felelősségét ismerje el, miniszterelnök úr. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat. Önél szó. Mikor a kormány megalakult, az áprilisi választásokat követően, akkor már javában dúlt a háború, tehát úgy mutathattam be itt önöknek a kormány terveit, hogy ismertük a háború tényét, és ki tudtuk számolni annak várható következményeit. Amikor a kormányt itt bemutattam, akkor a kormány 4 dolgot vállalt. És ezt a 4 dolgot teljesíteni fogjuk. Meg fogjuk védeni a munkahelyeket. Akkor is, ha háború és háborús infláció van. Meg fogjuk védeni a nyugdíjakat, ideértve azt a 13. havi nyugdíjat is, amit önök elvettek. Akkor is, ha háború van. Meg fogjuk védeni a családtámogatási rendszert, akkor is, hogyha háborús infláció van. És a rezsicsökkentést is megvédjük, akkor is, hogyha háborús infláció van. A DK programja mit ér és mit nem, arról én visszafogottabban nyilatkoznék, és csak annyit mondanék, hogy a hétvégén volt 74 időközi választás, az emberek véleménye szerint a kormánypártok 66,7%-ot a második helyen végzett, közöttük voltak DK-sok is, pedig 28%-ot kaptak, az emberek világosan elmondták a véleményüket. Köszönöm. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Jakab Péter, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr? Öné a szó, képviselő úr. A szót, miniszterelnök úr, ön nemrég egy gazdasági konferencián azt üzente a magyar munkavállalóknak, hogy idézem, ha jó vagy valamiben, kérd meg az árát. Hát ugye nyilván saját magából indul ki, hiszen ön rendkívül jó lopásban, meg hazudozásban fizetjük is az árát rendesen. Kiváltképp a boltban, amikor aranyáron vásároljuk az élelmiszert, meg elintézi az egészet annyival, hogy pánikra sem jobb, stratégiai nyugalomra van szükség. Miniszterelnök úr, én elhiszem, hogy ön nyugodt. Elhiszem, hogy ön nyugodt, hiszen látjuk, hogy ez hogy megy önnél. Nyilván már ön is egy kicsit meg volt szorulva anyagilag, mint az átlag magyar, hisz 32 év parlament után nincs egy forint megtakarítása sem. Az árak is elszabadultak, ezért úgy gondolta, hogy nemes egyszerűséggel megemeli a saját fizetését. Nem 10%-kal, nem 20%-kal, nem filéreskedik, megemelte 100%-kal. Hát elhiszem, hogy ön nyugodt. A melós azonban nem az. A tanár, a rendőr, az ápoló, a tűzoltó nagyon nem az, pedig megfogadták az ön tanácsát. Ha jó vagy valamiben, kérd meg az árát. Ők megkérték az árát. Számtalan fórumon elmondták önnek, radikális béremelésre van szükség, mert a 200 ezeres nettóból nem jön ki hó végén a stratégiai nyugalom. Igen, miniszterelnök úr, a magyar ember jól dolgozik, meg is kéri az árát, csak nem kapja meg. Ez a baj. Belügyminiszter úr, akiről ugye most már tudjuk, hogy nem csak a gumibothoz ér, de a szikéhez, meg a krétához is. Múltkor világossá tette, hogy mit gondolnak önök a dolgozók béremeléséről. Nem ígérek semmit, és ezt betartom. Ezt mondta, ezt mondta. Na hát itt tartunk. Ott tartunk, hogy a magyar munkavállaló nem, hogy fizetése emelést nem kap, de már ígéretet sem. És önök így akarják 2030-ra utolérni Ausztriát. Így akarják önök 8 év múlva utolérni az osztrák életszínvonalat, hogy közben megnyomorítják a magyar embert az alacsony bérekkel, a magas adókkal, az elszabadult árakkal. És ez nem lenne elég. Az ön jobb keze, Matolcsi György, közli, itt az ideje emelni a nyugdíjkorhatárt. Mondja ezt egy olyan országban, ahol az emberek jelentős hányada, mondjuk a férfiaknak kb. A fele, soha nem lesz nyugdíjas, mert még azelőtt meghal. Elment önöknek a józan esze, miniszterelnök úr. Halálra akarják dolgoztatni a magyar, de szó szerint ez lenne a terv, ez lenne a jövő. Várom válaszát. Tisztelt országgyűlés! Kérdésre a miniszterelnök úr válaszol. Önne a szó, miniszterelnök úr. Tisztelt képviselőtársam, ezeket már mind hallottuk. És ami ennél izgalmasabb, hogy az emberek is mind hallották. Ezért van az, hogy önöket rendre elfenekelik. Ön személyesen is többször. A helyzet az úgy áll, hogy amikor a nők 40 év utáni számukra kedvezőbb nyugdíjszabályozásáról itt vitatkoztunk és szavazni kellett, akkor önök nem szavazták meg. Ne beszéljen nekünk arról, hogy mi akarjuk növelni a nyugdíjkorhatárt. Amikor csökkentettük, akkor önök nem szavazták meg. Ami a
Ami a miniszterelnöki fizetést illeti, ön is tudja, hogy azt a parlament határozza meg. A magam részéről eddig is elfogadtam a parlament döntését, és ezután is el fogom fogadni. Megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt a munkát végezhetem. Azzal is egyetértettem, hogy az önök bérét a parlament hamarabb rendezte, mint a miniszterelnökét, 4 évvel hamarabb. Sor végére hagytak, ezt én helyesnek tartom, és kivártam a soromat. A 12 év alatt elvégzett munkánk bérben kifejeződő eredménye pedig az, hogy a minimálbér 2010-hez képest 3-szorosára, 73 000 forintról 200 000 forintra, az átlagbér pedig közel 2-szeresére emelkedett. A magyar emberek számíthatnak ránk, azért dolgozunk, hogy ők egyre többet keressenek. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszontválaszol megadom a szót 1 percben. Miniszterelnök úr, tudja, az a baj, hogy önök az elmúlt 12 évben hozzászoktatták a magyar embereket ahhoz, elhitették velük, hogy képesek mindenféle válságot legyőzni. A soros tervet le is győzték, bármi is legyen az. De ez most egy igazi válság, és teljes a káosz. Már az ön első bejelentésére, hogy jönnek az extra adók, úgy bezuhant a forint, mint annak a rendje, miniszterelnök úr, 404 forint egy euró. A rekordinfláció miatt a magyar családok csak az idei évben több mint 500 000 forintot fognak bukni, és ez még csak a kezdet. Miniszterelnök úr, az ön kormányában van 6 gazdasági miniszter. Egyiknek sincs esze. Bocsánat, Varga Mihálynak 2015 még volt, el kell ismerni, akkor azt mondta, hogy az inflációt úgy lehet mérsékelni, ha csökkentjük az áfát. Miniszterelnök úr, ez a megoldás. Engedjék el az alapvető élelmiszerek áfáját, és garantálják, hogy ezt a pénzt ne a kereskedők tegyék zsebre, hanem a vásárlók. Magyarán hagyjunk több pénzt az embereknél, hogy túl tudják élni az előttünk álló válságos időszakot. Ön 2/3-dal rendelkezik, meg rendkívüli felhatalmazással, meg rendkívüli jogrenddel, meg kutyafülével, úgyhogy ne a kifogásokat keresse, ne másra mutogasson, hanem cselekedjen. Képviselő úr, tájékoztatom, hogy a Magyar Országgyűlésben beszél. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat. Milyen jó, hogy az előző évek során a magyar kormány kimentette a családokat a deviza hiteles helyzetből, amiben egyébként önök és az önök szövetségesei rántották Magyarországot, mert akkor most megnézhetnék a családok magukat a 400-as euróval. Úgyhogy a magyar kormánynak az infláció és az áremelkedések elleni küzdelemben nincs semmilyen szégyenkezni valója. A módszerben megismétlem, valószínűleg nem voltam elég világos az előbbiekben. Az áfa csökkentése nem csökkenti az árakat. Ha ön ezt hiszi, akkor téved. Az árakat egyetlen módon lehet csökkenteni, hogyha tetszik nekünk vagy sem, egyezik-e a békeidőben vallott nézeteinkkel vagy nem. Amikor be kell avatkozni, akkor ár szabályozást kell bevezetni. Ez az egyetlen eszköz, amivel meg tudjuk védeni a családokat. Az eszköz működik, és semmilyen más eszköz nem működik. Nagy vitákat folytatunk rendszeresen a piaci szereplőkkel. Senki nem örül, akit érint kereskedőként vagy termelőként az ársapka. Nem örülnek neki a kereskedők, az extra profit adónak sem örülnek, de az infláció miatt keletkezett jövedelmeket, illetve azoknak egy részét el kell vonnunk, és a rezsicsökkentésre, illetve annak a megvédésére kell fordítani. Nem káosz van, hanem világos, áttekinthető rendszer, amely meggyőződésem szerint még hosszú hónapokon keresztül fenntartható, és reménykedünk abban, hogy a következő néhány hónapban számunkra kedvező változások történnek a háború menetében is, és az európai gazdaság menetében is. Ha nem ez lesz, készen állunk, hogy az akkori kérdéseket majd akkor megoldjuk. Megköszönöm. Miniszterelnök úr, megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt Országgyűlés, Harangozó Tamás az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak aktuális kérdésekről címmel. Öné a szó. A szót, elnök úr, miniszterelnök úr, április 3-án este önök úgy tűnt, hogy felszálltak a hódra, és hát onnan tekintették meg a végtelenül tisztességes, minden szempontból törvényes és korrekt választási kampányuk eredményét. Volt is mit ünnepelni, ők 2/3-os többséget szereztek ezzel a felelősséget is. És a miniszterelnök úr úgy tűnik néhány terület tekintetében, mintha azóta se szálltak volna le a földre. 3 ilyen terület biztos van, ami a magyar állam alapvető működését tekintetében az egyik legfontosabb, az oktatás, az egészségügy és a rendvédelem.
És bizonyára a miniszterelnök úr bokros teendői mellett nem tájékoztatják, vagy félretájékoztatják. De iskolák zárnak be, osztályokat vonnak össze tanárhiány és gyerekhiány miatt. Biztos nem tájékoztatták miniszterelnök urat. Az elmúlt hetekben konkrétan osztályokat zártak be, kórházakat... Nem, bocsánat, egészségügyről beszélek, kórházi osztályokat zártak be, kórházakat állítottak le ideiglenesen, egyébként az orvoshiány és a nővérhiány és a pénzhiány miatt. És biztos arról sem tájékoztatták miniszterelnök urat, ebben semmi vicces nincsen képviselőtársaim, hogy június 1-i leszerelési hullám, vagy leszerelési tilalom eltörlése óta újabb hullám indult el, és több száz rendőr adta be ismét a következő hullámban a leszerelési kérelmét. Miniszterelnök úr, ez a parlament, ide az ön kormánya beterjesztette egy költségvetést a jövő évre. Nem hogy az idei évre, hanem a jövő évre sincs. Még csak pislákoló fény sem az alagút végén sok-sok százezer magyar családnak. Egy huncut fillér nincsen. Sem a nővérek, az ápolók bérére, se a tanárok béremelésére, bocsánat, sem a rendvédelem területén a béremelésre. Kérdezném miniszterelnök urat, tényleg nem érdekli ön, ez a sok százer ember nem érdekli, az állam alapvető funkcióit nem tudja már ellátni, vagy valamilyen korrekciót végre-végre hajtanak ezen a területen. Várom válaszát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolja, miniszterelnök úr. És köszönöm szépen a választási sikerünkhöz elmondott gratulációkat. Ez annál is inkább indokolt, mert az ön körzetében 55-35-re önnel szemben a Fidesz jelölt győzött. Ez azt mutatja, hogy talán némi hitele azért arrafele még mindig van a kormánypártok szavának. Márpedig az ön által itt felvetett kérdésekben mind világosan beszéltünk az elmúlt hónapokban is. A pedagógusok biztosan fognak kapni 3 egymás követő évben 10-10-10%-os béremelést. Biztosan. Hogy azon fölül mi történik, azt majd a gazdaság teljesítményének fényében meg tudjuk ítélni. Az egészségügyben az előző ciklusban 4 év alatt az ápolónők esetében 70%-os béremelést hajtottunk végre. Igen, jobb lett volna 140, vagy 210, vagy 280, mert még mindig így is kevés. Egyetértek önnel, dolgozni kell rajta, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a nővérek bére is növekedhessék. Az orvoshiány ügyében azt tudom mondani, hogy soha akkora béremelés az orvosok esetében nem történt, mint Magyarországon az elmúlt másfél évben, és abnak még egy része 2023. január 1-én esedékes, amit az orvosok úgy, ahogyan megállapodtunk velük, meg fogják kapni. Amikor a rendőrségről beszélnek a szocialisták, akkor kénytelen vagyok elmondani minden udvariasság mellett is önnek képviselőtársam, hogy 2010-ig önök a rendőrséget leépítették, és azt Pintér Sándor építette újra a 2010-et követő években. Fontosak a rendőrök, igyekszünk a munkájukat megbeszélni, megbecsülni, a határvédelem szempontjából különösen is fontos, amit csinálnak, ezért ennek az évnek az elején 6 havi egyösszegű fizetés kiegészítést kaptak. Köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót, képviselő. Szomorú hallott a miniszterelnök úr, hogy nem ígért ön se semmit, tehát azt valószínűleg fogják tartani. A jövő év költségvetése, még egyszer mondom, ezeknek a fedezete nem látszik, de ha már ígéret, Kövér László. Nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az a rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni az a jogos bérkövetelésüket. Választások után mondta házelnök úr. És említette Pintér Sándort, hadd idézzek tőle és a bizottsági ülés meghallgatásán. Az egyik nagy feladat a rendészeti területen mindenekelőtt a hivatásos állomány illetményre. Bár az elmúlt időszakban kaptak támogatást, szeretném, ha ez rendszeressé válna és beépülne a későbbiekben a havi ellátmányukba, havi illetményükbe. Ehhez megfelelő kormányzati támogatás, megfelelő parlamenti támogatás szükséges. Kérem a képviselőket, a bizottságot, hogy ebben támogasson bennünket. Miniszterelnök úr, mi támogatjuk, bizisten. A Honvédelmi Bizottságban is, meg azt gondolom, hogy ebben a teremben mindenki meg fogja nyomni az igen gombot. Nincs ilyen javaslat. Ön támogatja-e, hogy a rendvédelem területén megkapják a béremelést, és egyetlen mondat még, bocsánat, miniszterelnök úr, lehet, hogy ezek a béremelések megtörténtek, de semmi nem változtat, hogy tömegesen szerelnek le a rendőrök, hogy nincs elég orvos, és nincs elég ápoló, és nincs elég pedagógus ebbe az országba, tehát muszáj lesz változtatni.
hallgatniuk. Köszönöm, hogy meghallgattuk. Tisztelt Országgyűlés, viszonválasz illeti meg miniszterelnök urat, öné a szó, miniszterelnök úr. Csak a rendkedvéért. Én szívesen elhiszem, hogy önök mindent támogatnak, de amikor kormányon voltak, miért vettek el a pedagógusoktól egy havi fizetést? Én készséggel elhiszem önöknek, hogy önök támogatják az egészségügyben dolgozókat, de amikor kormányon voltak, miért vettek el egy havi fizetést az egészségügyi dolgozóktól? És amikor kormányon voltak, akkor miért zárták be az iskolákat? És amikor kormányon voltak, miért verték szét a rendőrséget? Szívesen hiszünk mi önöknek természetesen, csak a tények fedezete nincsen ott a szavaik mögött. Ezzel szemben megismétlem, a pedagógusok a következő 3 évben, minden évben legalább 10%-os béremelést fognak kapni. A honvédelmi alapba beszedett extra profit adótól azt remélem, hogy a határőrizetet meg tudjuk oldani úgy, hogy egyetlen rendőrnek sem kell ott szolgálatot teljesíteni, és ezzel a munkateher, amely rájuk nehezedik, majd könnyebb lesz. És készülünk minden területen béremelésekre, attól függően, hogy ebben a háborús gazdasági válság időszakban hogyan teljesít majd a magyar gazdaság. Egy dolog biztos, önökre nem, de ránk a magyar emberek számíthatnak. Megköszönöm a miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Duró Dóra, Szabadi István és Toroszkai László, Mi Hazánk képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak. Mikor foglalkozik végre valóban lényeges dolgokkal címmel? Duró Dóra képviselőasszonyt illetve. Bocsánat, Toroszkai, mindhárman jelentkeztek, nehéz volt eldöntenem hármajuk közül. Toroszkai László elnök urat illeti a szó. Én leszek az. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. Olyan, mintha néha elmennének a lényeg mellett, a leglényegesebb ügyekről, mintha nem beszélnének. Mondok erre néhány példát. Egyrészt nyilván mi nagyon örülünk annak, hogy ha újra a megyéket vármegyéknek fogják majd nevezni, a kormányok bizottakat pedig főispánoknak meg is fogjuk szavazni, hogyha lesz ilyen előterjesztés, de menjenek egy kicsit tovább, és szeretném, hogyha a történeti magyar alkotmányról is beszélnének, és nem valamilyen párt privilégiumként kezelnék az alkotmányunk kérdését. Mi szeretnénk, hogyha erről is tudnánk majd ebben a ciklusban beszélni, és nem csak fideszes alkotmánya lenne Magyarországnak. Aztán örülünk annak is, hogy megfogadta a kormány a Mi Hazánk mozgalom régi javaslatát, ötletét a különadókkal kapcsolatban, amelyet nagyon sokat küzdöttünk, nagyon sokszor kértük, mondtuk a koronavírus megjelenése óta, de itt is, mintha a lényeg mellett elmentek volna, miközben néha szórakoztatóan, néha vérlázító stílusban folyik a vita a légitársaságok, illetve a kormány között, a közben a koronavírus járványnak nyilván nem ők voltak elsősorban a haszonélvezői, de a kaszinók annál inkább, a kaszinókról nem beszélnek, vagy például ott vannak a digitális multik, azok az óriás tech cégek, akik miatt például mi is önökkel együtt elutasítottuk a globális minimum adót, hiszen kikerültek a globális minimum adó hatásköre alól, viszont nemzeti hatáskörben önök rendezhetnék ezt a kérdést. Én találtam 372 milliárd forintot a költségvetés számára. Azt gondolom, hogy ilyen javaslat még az ellenzék részéről nem hangzott el. Ebből lehetne a rendőrök fizetését emelni, a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók béremelését végrehajtani. Digitális adót kell bevezetni. Ausztriában van már tavaly több mint 31 millió euró folyt be Ausztriában a digitális adókból. Ők 5%-ot javasoltak a Facebookra, a Google-re és a többiekre. Mi 15%-ot javasolunk, hogy a globális minimumadó azt megfogalmazta. Kérem, miniszterelnök úr, hogy legyenek elég bátrak, és menjenek nekik ezeknek a disznófejű nagyuraknak. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Ez is egy új kezdet. Kevés olyan ember van, akivel még nem vitatkoztam itt a parlamentben. Tisztelettel köszöntöm közöttük önt most. Keresem a hangom, majd meglátjuk, hogy lesz. Önök ellenzékben vannak, amit mi tiszteletben tartunk. Egy esetben nem tudjuk majd tiszteletben tartani, akkor, hogyha úgy végzik, ahogy a előtt pártjuk végezte, és beszaladnak Gyurcsány Ferenc hóna alá szabad demokratikus levegőt cippantani. Abban az esetben sajnos az együttműködés lehetőségei ennek megfelelően korlátozottak lesznek. De addig is éljünk azzal a gyanúperrel, hogy hát, ha bizonyos kérdésekben értelmesen is tudunk egymással beszélni, én erre most teszek kísérletet. Bár
legalább 6 ügyet vetett föl, és nem biztos, hogy ez a formátum a legjobb ezek kellő komolyságú áttekintésére. A történeti alkotmányról külön beszél az alkotmány. Tehát az nem hiányzik az alkotmányból, hanem benne van. És az alkotmány értelmezési módszereit, amikor megjelöli az alkotmányunk, akkor azok között kiemelten a történeti alkotmányt megemlíti. Szerintem ez egy nem csak hogy hatékony, hanem tisztességes módja is az elismerésünk kifejezésének a bennünket megelőző 31 néhány nemzedék iránt. A extra profit adót azokra a területekre tudunk kivetni, amelyek jogilag lehetségesek, a koncesszióval szabályozott területek nem ilyenek. Ami a digitális társaságok nemzeti hatáskörben történő adóztatását illeti, ott örülök, ha tudunk együttműködni, tekintettel arra, hogy nagyon lassan haladunk. Nem Magyarország, hanem az Európai Unió. Majdnem minden Európai Uniós csúcson, most épp a globális adóügyében ez napirendre kerül, keressük a megoldást. Olyan nagy országok, mint Franciaország sem tudták még megoldani, hogy a nagy nemzetközi digitális cégek kihúzzák magukat az adószabályok alól. Nemzeti hatáskörben kell dolgoznunk, az igazság miniszterelnöknek van erre mandátuma, de én nem fűzök ehhez különösebben nagy reményt. És nem azért, mert a miniszter azt mondja, hogy ne tudná ezeket a kérdéseket áttekinteni, hanem azért, mert szerintem egyedül nem megyünk semmire. Itt az Európai Unió államainak együtt kell föllépni. Ha együtt lépünk föl, akkor talán lesz digitális adó. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, elnök úrnak. Parancsoljon. Igen, miniszterelnök úr, tény, hogy először beszélgetünk, de szerintem még nagyon sokat és nagyon sokáig kell majd az ötleteimet hallgatnia. Mondok még rögtön két olyan témát, amiben megint a lényeget megkerüli a kormány, nagyon jó a kommunikáció, de a végeken más tapasztalunk. Az egyik ilyen a migráció, tehát örülünk annak, hogyha védelmi miniszter úr eljön a határ és megállapítja, hogy nagy a baj. Igen, nagyon nagy a baj jelenleg a déli határon, de nagyon fontos lenne, hogy a nagyon alul fizetett rendőrök, akik jelenleg az életüket kockáztatják, kezdőbér esetében mondjuk 160 ezer forintért, Kalasnyikóval, gépkarabéjjal felszerelkezett migránsokkal szemben. Nagyon jó lenne, hogyha nem azt az utasítást kapnák, hogy taxisztassák a migránsokat, illetve sokszor az embercsempészeket, a kísérőket is vissza a szerb oldalra, hanem minimum Ruandáig kellene őket deportálni. Ha a brit kormánynak van ehhez bátorság, akkor legyen a magyar kormánynak is ehhez is bátorsága. Úgyhogy ilyen jellegű dolgokat szeretnénk, vagy akár mondjuk, hogyha a költségvetést néztünk, nem tudom, hogy 18,5 milliárd forintból milyen oltóanyag gyárat szeretne a kormány. Szerintünk az oltás kampánya az megbukott a koronavírusra kapcsolatban, ráadásul itt van a majom himlő, úgyhogy inkább azt javasoljuk a kormánynak, hogy valódi kutatóorvosokból, szakemberekből állítson fel egy olyan biovédelmi csoportot, amely tényleg meg tudja Magyarországot védeni. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Ön a szó, miniszterelnök úr. Tisztelt képviselőtársam, a vírus ügyében nem értünk egyet, ebben nincs semmi meglepő, hiszen önök oltásellenesek voltak, és ha jól hallom, maradtak is. Mi pedig azt gondoltuk, hogy a vírus ellen az egyetlen igazán hatékony védekezés, amellyel életet menthetünk, az oltás. Ez a véleménykülönbség, úgy látom, közöttünk fennmarad, de mégis, ha egy másik oldalról nézné a dolgot, a Debrecenben épülő vakcinagyárunkat, akkor talán még egyet is érthetnénk, mert az igaz, hogy a mostani vírus elleni vakcinák gyártására is alkalmas lesz, de az ambíciónk ennél nagyobb, mert másfajta vakcinákat is tudunk gyártani, és szeretnénk, ha minden Magyarországon kötelezően előírt oltás vakcináját, azt képesek lennénk Magyarországon legyártani. Ezen a ponton talán nem állunk egymástól nagyon messze. Ami a migrációt illeti. Itt nagyon sok munka vár ránk. 2 hónapot kapott a belügyminiszter, hogy megoldja ezt a problémát, mert nem tartható tovább az, hogy miközben háború van tőlünk keletre, aközben katonák gyakorlatozás helyett a határon teljesítenek szolgálatot, és a rendőreink se bírják sokáig, mert távol a családról kell őket levezényelnünk, sem csak a pénzük kevés, hanem a terhelés is nagy. Tehát az a feladat, amit kiadtam a belügyminiszternek, hogy szeptemberre egy rendőrség keretein belül működő, de nem a rendőrökből és nem a katonákból álló új testület felállítását kérem, amely kizárólag a határvédelemmel fog foglalkozni. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mi folyik itt címmel? Önne a szó, képviselő úr. A
politikai hazugság lényege, hogy elfedi a jelen igazságát, letapossa az igazság megismeréséhez való jogot, elveszi a tájékozódás szabadságát és megfoszt a döntés szabadságától. Aki nem ismerheti az igazságot, nem hozhat szabad és felelős döntést. Ismerős? Ezt ön írta 2006-ban Gyurcsány Ferencről, de írhatta volna a 2022-es Fideszről is. A Fidesz rezsim milliókat foszt meg a hiteles tájékozódás szabadságától és a döntés lehetőségétől. Az ön 2006-os gondolatmenete szerint szervezett, nyílt politikai hazugsággal nyertek választást a kormánypártok, és ebből vezette le, hogy a megszorító csomag illegitim, hiszen nem arra kapott felhatalmazást a kormány. Most önök vezetik be a megszorító Orbán csomagot, amire nem kértek és nem kaptak felhatalmazást. Az Orbán csomag sok ezer milliárdos megszorításai mögött elbújhat a Bokros csomag, a Gyurcsány és a 2012-es Matolcsi csomag is. És az Orbán csomag árát a magyar emberek fizetik meg. A továbbhárított adóemelések turbózzák az áremelkedést, ahogy tovább fokozza az élelmiszerek drágulását, az idénymunkások adójának duplázása, vagy az ennivalók népegészségügyi termék adójának kiterjesztése. Erre jön pluszban a rekordgyenge forint, a 405 forintos euró. Látjuk a 40%-os kenyérdrágulást, és értjük, miért spórol a hasán a magyarok 4/5-e. De nézhetjük a fogyasztók bizalmi indexét is, mínusz 40 pont, történelmi mélységbe zuhant ez is. És miközben az emberek nyögik az Orbán csomag brutális terheit, önök megduplázzák a miniszterelnöki fizetést. 260 ezer forint egy pedagógusnak, 4,9 millió forint Orbán Viktornak. Mindezt azután, hogy szétlopva az országot, ezer milliárdokkal tömték ki a fideszes gazdasági hátországot, benne az ön családtagjait és személyes pénztárnokát. Így lett fénysebességgel Magyarország leggazdagabb embere Mészáros Lőrinc, és így lett sokszoros milliárdos az ön apja, Orbán Győző, lánya, Orbán Ráhel és veje, Tibor Cistán. Miniszterelnök úr tényleg azt gondolja, hogy egy ilyen megélhetési válságban is bármit megengedhet magának? Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Tisztelt elnök úr, április 3-án volt egy választás Magyarországon. Ezeket a hazugságokat, amiket most itt elmondott, akkor minden csatornán, minden képernyőn, minden gyűlésen elmondták. Az emberek elmondták, mit gondolnak erről, azt, amit kaptak. Aztán nem hagyták abba, hanem folytatják, mint látom, és vasárnap azt mondták önöknek az emberek, hogy gratulálunk. Kétharmad megint a Fidesznek, a maradék meg az önöké. Én nem hiszem, hogy a komoly, értelmes, tényszerű vita helyett ezt a stílust érdemes folytatni. De nekem nem dolgom, hogy az ellenzéket minősítsem, nekem egyetlen dolgom van, hogy ismét felhívjam az ön figyelmét arra, hogy a következő 4 évben is azt fogjuk folytatni, amilyen az Adjonisten, olyan ez a Fogadjisten. Arra számítson, az fog történni önnel, amit nekünk szán. Úgyhogy azt tudom mondani önnek, hogy az igazság kedvéért, hogy megszorítási csomag nincs, és nem is lesz. Megszorítás az önök által támogatott Gyurcsány kormányban volt, és az MSZP-s kormányok idején, még 1994-ben és 6-ban. 4 dolgot tűztünk ki célul, amit mindenképpen meg fogunk védeni. Megszorítás helyett megvédjük azokat az eredményeket, amiket korábban elértünk. A nyugdíjat, a teljes foglalkoztatást, a rezsicsökkentést és a családvédelmi támogatásokat. Ha egyébként körülnéz ebben az országban, bárhova elmegy, akkor azt láthatja, hogy Magyarországon ebben a pillanatban az emberek inkább annak örülnek, hogy ebben az évben több mint 16%-os béremelésük lesz, és ezt láthatja a üdülőhelyeken, láthatja a mindennapi életben, de ha az nem volna elegendő, akkor kiolvashatja a most vasárnap tartott időközi választások eredményéből. Megköszönöm a miniszterelnök úr válaszát, viszontválaszol, megadom a szót 1 percben. Parancsoljon. Köszönöm. Hiába fenyegetőzik miniszterelnök úr, attól még az tény marad, hogy ha nem is hazugság, de mondjuk az igazság megismerésének a nehezítése az, amikor az ön cikke, ami 2006-ban írt, egy 3 részes csodálatos sorozat vízválasztó címmel a Magyar Nemzetben jelent meg, de most az már nem elérhető a Magyar Nemzet oldalain. Ennyit az igazságról, a hazugságról, meg az igazság megismerhetőségéről. Az, hogy mennyire elégedettek az emberek a béremelésükkel, meg mennyire elégedettek a nyugdíjemeléssel,
meg mennyire elégedettek a családi pótlék emelésével, a gyes emelésével, ja, hoppá, ezek nem történtek meg. Szóval azt kérdezze meg tőlük, úgy látszik, hogy ez még nem tükröződik a tegnapi szavazatokban, de nyugodjon meg, hogy szépen össze fog érni a két történet. Úgyhogy az, ami megszorítás, az pedig megszorítás marad, hiába nevezik kiigazításnak. Tehát hiába mondja azt, hogy nem lesz megszorítás, önök költségetési kiigazításként becézik, de attól a megszorítás, az Orbán csomag pedig Orbán csomag. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz, illeti meg miniszterelnök urat. Ön a szó, miniszterelnök úr. Köszönöm. Tehát ha már itt állunk a közvélemény előtt, akkor szeretném megismételni. Dacára azoknak a hazugságoknak, amiket most az előbb önök hallhattak. Magyarországon nincs megszorítás, és nem is lesz megszorítás. A magyar kormány a háborús infláció ellenére, és a háborús gazdasági válság ellenére is képes arra, hogy megvédje a családtámogatási rendszert, a nyugdíjakat, és megvédje a munkahelyeket. Erről önök számíthatnak. Akármit is mond az ellenzék, háborús inflációs időkben is képesek leszünk arra, hogy ezeket a vállásainkat teljesítsük. Az, hogy ön nem találta a sok éve ezelőtt írt cikkemet, ez áthidalható, szívesen el fogom önnek küldeni. Az elégedettségről természetesen szó sem lehet. Ezek a kifejezések, amiket önök használnak, ezek a mi szótárunkban nincsenek. A magyar embereknek még nagyon hosszú ideig nem lesz okuk arra az elégedettségre, hogy azt mondhassák, hogy úgy élnek, ahogy szeretnének. De egy dolog biztosak lehetnek, hogy az út, ami oda vezet és amin járnak, abban azon az úton ránk, a kormányzó pártokra számíthatnak. Velük vagyunk, meg fogjuk őket védeni, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a családok boldoguljanak, és az az időszak, amikor önök kormányoztak, soha ne térhessen vissza Magyarországra. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt Országgyűlés, Keresztes László Lóránt és Ungár Péter LMP képviselőt. Azonnali kérdést kívánnak feltenni miniszterelnök úrnak, mikor lép a kormány címmel. Ungár Péter, képviselőt, illetve szó. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Országgyűlés, a koronavírus járvány alatt a szociális szektorban dolgozók nap-nap hősies küzdelmet folytattak azért, hogy a lehető legtöbb bentlakót, bentélőt megmentsék. Ennek ellenére az egészségügyi dolgozókkal szembe nem kapták meg az egyszeri 500 000 forintos bérkiegészítést, amit megérdemeltek volna, hiszen túlmunkát végeztek. Az a kérdésem, mikor kapják meg a szociális dolgozók az egyszeri 500 000 forintos bérkiegészítést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr. Köszönöm, elnök úr. A szociális szektorban dolgozók ennek az évnek az elején egy 20%-os béremelést kaptak, és ha a gazdaság úgy teljesít, hogy szeretnénk, akkor nem fogunk róluk sem elfeledkezni. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Parancsoljon. Köszönöm a szót. A 20%-os béremelés nagyjából elvitte az infláció, de nem ez, erre vonatkozott a kérdésem. A kérdésem arra vonatkozott, hogy a plusz munkát, amit végeztek úgy, hogy sokszor akár intézményekbe kellett beköltözniük, hogy a fogyatékossággal élőkhöz személyesen mentek el egy járvány veszélyben, ezért a plusz munkáért nem kapták meg azt az 500 000 forintos egyszeri bérkiegészítést, amit helyesen az egészségügyi szektor megkapott. Mikor kapják meg a szociális szektorban dolgozók az egyszeri 500 000 forintos koronavírus bérkiegészítést? Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Parancsoljon, miniszterelnök úr. És mindenkinek, aki a szociális szférában dolgozott, akár a járványt megelőzően, akár a járvány alatt, akár a járvány követően, szeretném a köszönetemet kifejezni. Köszönjük azt a munkát, amit elvégeztek, és a magyar munkajog szabályai szerint minden túlmunkáért minden pénzt kifizettünk, ami járt. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Földesi Gyula. A Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyminiszter asszonynak. Felmerül-e tiltott kampányfinanszírozás gyanúja a Párbeszéd képviselőjénél címmel? Öne a szó, képviselő úr. Szépen, elnök úr. Beszéljünk most akkor a tengeren túli tagozatról. Tisztelt miniszter asszony, bár már túl vagyunk az idei választási kampányon, azért mégis érdemes felidézni, hogy az ismét a baloldal jogellenes ügyeskedéseitől volt hangos. Felmerült ugyanis annak a gyanúja, hogy Szabó Tíme a baloldali képviselő kampányát kábítószer értékesítésből származó pénzből finanszírozhatták.
Felháborodásra adott okot ugyanis a kampányidőszak során egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen Fischer László ügyvéd, Kis László óbudai DK-s polgármester feleségének üzlettársa arról beszélget egy ismeretlen személlyel, hogy Szabó Tímeának, a Párbeszéd társelnökének, a budapesti 10-es számú választókerület baloldali képviselőjelöltjének hatalmas összegeket emészt fel a választási kampánya. A beszélgetés során több folyamatban lévő üzlet is szóba került, amelyeket azonban nem részleteztek. Fischer viszont elmondta, hogy Marbelláról jön a pénz, ám az összegek utaztatása nem egyszerű. Hozzátette azt is, hogy kanyaronként 300-400 millió forintot tudnak behozni az országba. Majd amikor ismeretlen beszélgető partnere rákérdez arra, hogy tulajdonképpen miről is van szó, Fischer mindössze annyit válaszolt, hogy szerintem kokain. Tömbben hozzák be, kilószámra hajóval. A hangfelvételen arra is több utalás van, hogy milyen módszerrel kell a pénzt Magyarországra hozni az erre vonatkozó jogszabályok kijátszásával. A felvételen többször elhangzik a Kispesten is feltűnt Patek Gábor neve is, aki korábban Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányát szervezte. Mindezen körülmények megalapozzák a kábítószer kereskedelem és pénzmosás büntettének gyanúját, aggasztó, hogy a baloldal ezektől az eszközöktől sem riad vissza, hogyha hatalom megszerzéséről van szó. Tisztelt miniszterasszony, az elhangzottakra tekintettel kérdezem, hogy felmerül-e a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja a Párbeszéd képviselőjénél. Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Varga Judit, igazságügyi miniszterasszonynak. Parancsoljon, miniszterasszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Magyarország alaptörvénye szerint a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, amelynek a tevékenysége átlátható. Ugye ez a kedves szó a bal oldalon nagyon sokszor elhangzik. Ezáltal a pártok működésének és költségvetési támogatásának alapja, hogy a gazdálkodásuk törvényes és átlátható legyen. Ugye a pártoknak évente kell benyújtaniuk a beszámolót gazdálkodásukról, mely szerint megfelelnek a törvényeknek, illetve az állami számvevőszék a költségvetési támogatásban részesített pártokat két évente ellenőrzi. Tisztelt képviselő úr, a párttörvény teljesen világos kereteket szab a pártok finanszírozása tekintetében. Ugye jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el, ilyen szervezet, ilyen személy nem adhat. Továbbá a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől sem fogadhat el vagyoni hozzájárulást. Ugye a jogállamiság mellett naponta olyan hangosan lándzsát törő, egyébként itt a teremben nem lévő képviselő asszony esetében azt látjuk, hogy a Gyurcsány párt tengeren túli tagozata nem vállalja a felelősséget, a baloldal pedig mélyen hallgat. Ez az ügy is azt mutatja, hogy a baloldalon soha semminek nincsen következménye. Mindez, amit felvázolt, nem csak jogilag aggályos, de erkölcsi szempontból is, hiszen ez a választókkal szembeni demokratikus felelősségvállalás súlyos megsértését is megvalósíthatja. Amennyiben ugyanis beigazolódik ez a gyanú, hogy a Párbeszéd részéről egyfajta tiltott pártfinanszírozás valósult meg, úgy a párt komoly büntetéssel számolhat, a törvényben is kimondja, hogy vissza kell fizetni a támogatás teljes összegét, azaz be kell fizetni az államkasszába, illetve ezzel párhuzamosan, ezzel a mértékkel csökkenteni kell a központi költségvetés által megállapított párttámogatást is. Kérem képviselő urat, hogy fogadja el válaszomat. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszony válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek egy percben. Parancsoljon. Szóval, elnök úr, úgy tűnik a baloldal korrupció ellenes elkötelezettsége porba hult, most éppen fehér porba. Az eddig megismert információk alapján a baloldal kampányának lobogó pénzészségét fehér porral oldhatták. Zeman cseh elnök egy 90-es évekbeli kampányáról viccesen úgy nyilatkozott, hogy a kampány buszát a gázolaj és a Beherovka hajtotta. Úgy tűnik, a magyar baloldal 2022-es kampányhajója kokainnal ment. Nem is jutott messzire, mint ahogy most hétvégén Budapesten sem jutottak messzire, csak sodródnak céltalanul a végtelen tengerem. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterasszony, parancsoljon, öné a szó. Szépen rövid leszek, hogy a képviselő úr is rávilágított, a sajtóban napvilágot látott hangfelvétel alapján felmerül a gyanú,
hogy a képviselő asszony kampányát kábítószer értékesítéséből származó pénzből finanszírozhatták. Ezt még kimondani is egyébként szörnyű szerintem. És egyébként, ha csak a törvényeket nézzük, hogyha tiltott támogatást fogad el a párt, akkor meg nem biztosított az átláthatósága, és jogszabállyal ellentétes pénzügyi előnyhöz juttatott. Úgyhogy itt az ideje, hogy a magyar demokráciát naponta eltemető Gyurcsány Ferenc által vezérelt baloldal kedves képviselő asszonya vállalja a felelősséget, hiszen a választóknak erkölcsi felelősségre is tartozik. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszter asszony válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Simicskó István, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszterasszonynak. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy az extra profitadó fizetésre kötelezettek még a legkisebb mértékben sem háríthassák át terheiket a magyar lakosságra címmel? Önne a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Bár itt lelkes bekiabálás hangzott el a túloldalról, én mégis a miniszterasszony kérdezni nem önöket ebben a komoly helyzetben, ha megengedik. Tisztelt miniszterasszony, a szomszédságunkban egy elhúzódó háború zajlik. Jól látható, hogy mindez a világgazdaságot is megrendíti, akár egy súlyos világgazdasági válságot is okozhat mindez. A bajt még fokozza az elhibázott brüsszeli szankciós politika. Ezt is jól láthatjuk. Ilyen körülmények között kell a Fidesz-KDNP kormánynak a magyarok érdekében felelős döntéseket hozni. Ilyen körülmények között kell költségvetést alkotni. Nekünk, keresztény demokratáknak mindig az a legfontosabb egy költségvetésnél, hiszen mi a családok pártja is vagyunk, hogy visszatükröződnek-e keresztény demokrata értékek a költségvetésben, tehát a családok támogatása biztosítva van-e kellő mértékben. Mi azt látjuk, hogy a jelenlegi költségvetés tervezett garanciális elemeket tartalmaz arra nézve, hiszen növekvő családtámogatási rendszerről van szó, a 3225 milliárd forint kellő garancia arra, hogy a családok méltó módon jutnak támogatáshoz és lehetőséghez. Azt kell vizsgálnunk ilyenkor, hogy jobbá tesszük-e a családok sorsát, könnyebbé tesszük-e, és mi úgy látjuk, hogy igen, a költségvetés kellő garanciát ad mindenre. Ilyen helyzetben azonban rendkívüli módon fontos, hogy a terheket semmiképpen sem a családok vállára, az emberek vállára helyezzük, hanem azon szektorok szereplőire, akik extra profitot szereznek a háború okozta nehézségekből. Tehát helyesen dönt a kormány, amikor a bankokra, a dohánykereskedőkre, a biztosítókra, az energiakereskedővállalatokra, a légitársaságokra terheli, vagy kiveti az extra profitadót. Méltatlan kijelentésekre ragadtatja magát egy légitársaság vezetője, ez felháborító, nem akar részt venni a szolidaritásban, és támadja a kormányt. Az extra profitadó alkalmazása szükséges, így tudjuk megvédeni a magyar embereket és a családokat az emelkedő energiaáraktól. Tisztelt miniszterasszony, kérdésem arra vonatkozik, hogyan tudja biztosítani a kormány, hogy a fizetésre kötelezettek a kisebb mértékben se háríthassák át az extra profitot adót emberekre. Köszönöm szépen. Képviselő úr, tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdésre Varga Judit miniszterasszony válaszol. Önne a szó, miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A szomszédunkban dúló háború okozta a gazdasági helyzet, nem csak Európát, az egész világot is komoly kihívások elé állítja, és ebben a magyar kormány legfontosabb feladata, hogy megvédje a magyar embereket. Éppen ezért egy ilyen háborús időszakban mi azt várjuk el a nagyvállalatoktól, hogy a háború okozta a piaci helyzetből adódóan, amikor extra profitra eltesznek, akkor ők vegyék ki a részüket a honvédelmi és a rezsivédelmi kiadásokból. A kormánynak a feladata, hogy megvédje a munkahelyeket, a családokat, a családtámogatási rendszert, a rezsicsökkentést és a munkahelyeket, a nyugdíjakat, és ezzel párhuzamosan meg úgy gondoljuk, hogy a nagyvállalatoknak meg az a feladatuk, hogy eleget tegyenek a jogszabályok előírásainak, és tartsák azt tiszteletben, segítsék a magyar emberek és a magyar családok védelmét szolgáló intézkedéseket. Sajnos azt látjuk, hogy egy bizonyos nagyvállalat már nyíltan szembe helyezkedik a kormányzati intézkedésekkel, ezt elfogadhatatlannak tartjuk és a leghatározottabban is elutasítjuk. De az a hangnem, egyébként, amit ezt a bizonyos nagyvállalat vezetője megütött a magyar kormánnyal szemben, sajnos a hozzánk beérkezett panaszok alapján, a fogyasztóvédelemhez beérkezett panaszok alapján, sajnos általánossággal előfordul a cég részéről az utazóközönséggel szemben is, ez teljességgel megengedhetetlen. Az pedig különösen visszás, hogy a korábban eladott jegyekre is már elkezdték
az extra profit adó áthárítását. Így napnál is világosabb, hogy a vállalat vezetése bocsánatkéréssel tartozik elsősorban a magyar embereknek, a magyar utazóknak. A konkrét vállalattal szemben benyújtott panaszok száma és súlya pedig egy hatékony kivizsgálást igényelt, hiszen meg kell akadályoznunk a jövőbeli jogsértéseket. Éppen ezért a Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításáért felelős miniszterként egy témavizsgálatot rendeltem el a múlt héten, amely a nagyvállalat működésével kapcsolatos fogyasztókat védő jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzésére irányul, és a nyári időszakban is folyamatosan fog tartani. Szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy aki az extra profit különadóját megpróbálja áthárítani a magyar emberekre, arra még nagyobb adókat fogunk kivetni, azonnal vizsgálatot fogunk indítani, és meg fogjuk büntetni ezeket a nagyvállalatokat, hiszen ennek elvonulnak az árát nem a magyar emberekkel kell megfizettetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm miniszter asszony válaszát, viszont válaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon. Szépen a szó, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen miniszter asszony a válaszát, tisztelt országgyűlés. Szerintem különösen fontos, hogy az állam úgynevezett stabilizációs feladatát ilyen körülmények között is el tudja végezni, el tudja látni. Itt alapvetően természetesen a rend, a biztonság garantálása a legfontosabb, de ugyanúgy a gazdaságot élénkítenie szükséges, és ezen módon tudja a gazdasági növekedéssel elérni azt, hogy valamennyi ágazat számára kellő mozgástér legyen, és meg tudjuk tartani a családtámogatás rendszerét. Nagyon fontos, hogy a két alapot létrehozta a kormány, a rezsivédelmi alapot és a honvédelmi alapot, hiszen ez is egy életszerű válasz, egyetlen helyes döntés pozitív irányba a nehézségek kikerülése érdekében. Láttuk azt, hogy a baloldali kormányok mit tettek akkor, amikor válságok érték Magyarországot, minden esetben a magyar családokat terhelték különböző megszorító intézkedésekkel. Helyes, és támogatjuk a kormánynak ezt a politikáját, és valóban vissza kell verni, vissza kell utasítani minden ilyen típusú kibúvót és értő támadást a kormánnyal szemben, amikor igenis az extra profitot termelő cégeknek is vállalniuk kell a közterviselést és a segítséget a bajban. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterasszonyt, öné a szó. Szépen, tisztelt képviselő úr, tudjuk, hogy a törvények Magyarországon mindenkire vonatkoznak. A fogyasztóvédelmet átvéve láttuk, hogy a érintett céggel szemben már több mint 150 panasz érkezett csak az elmúlt időszakban. Ez még párosul azzal a megengedhetetlen stílussal, amivel próbálja megkerülni a törvényeket, és politikai hangulatkeltő akciót is indít már, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt napokban kéretlen e-mailekkel bombázta az utasokat. Ugye ezek az üzenetek számos fogyasztói panaszt is indukáltak, a minisztériumhoz is érkezett jó sok ilyen panasz, és felháborodásokat jelezték az utasok, hogy az üzenet tartalma és hangneme megengedhetetlen, illetve gyakorlatilag a légitársaság a saját politikai céljaira, hangulatkeltő céljaira önkényesen használja fel a személyes adatokat, úgyhogy ahhoz külön az érintettek hozzájárulását kérte volna. Kérték a minisztérium segítségét, a panaszokat megvizsgáltuk, és mivel álláspontunk szerint a gyakorlat adatvédelmi visszaélése is adhat okot, ezért megkerestük a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, hogy vizsgálja ki az ügyet. Nem fogjuk hagyni, hogy bármelyik vállalat a saját politikai céljaira használja a magyar emberek személyes adatait. Köszönöm szépen a figyelmet! Megköszönöm miniszterasszony válaszát, tisztelt országgyűlés, 17 óra 17 perc van, az azonnali kérdések tárgyalásának végére értünk. Most a napirend szerinti határozathozatolakkal folytatjuk munkánkat.